A mai részben t-shirt fogunk vakon letesztelni, és megpróbáljuk kitalálni, hogy melyik az ízük alapján. Ha kíváncsiak vagytok, hogy én vagy Krityu tud többet kitalálni, akkor tartsatok velünk! Gyerekkorunk íze. 5 évesen is ezt ittam. Hát ez nagyon szar. Ez tuti alkoholmentes, ezt ki is borítom a picsába, ezt is. Másik is szar volt, de ez még szarabb, úgy fú. Ez is ilyen, olyan, mint a húgy. Van benne egy pici kis játék, van benne. Kérhetnénk még belőle? Van velünk Krityu is. Köszi a meghívást, sziasztok! 10 sört fogunk kipróbálni. Nyilván ez cél volt, igen, hogy ne legyenek annyira nagyon különböző sörök, hogy azért kihívás legyen. Igen, mert az úgy... Az, ne legyen túl könnyű a helyzetünk. Gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy egész életedben erre készültél. Teljes mértékben. Nagyjából 14-15 éves korunk óta gyakorlattan próbáljuk a sörök teszterítést. 18. Igen, 18. Lesz itt kicsit erősebb bivaj. A gyerekkorunk íze, a kőbányai, lesz alkoholmentes, lesz kisipari, kézműves is, úgyhogy hát remélem, hogy jól fog menni. Van kedves segítőnk is, G, aki már hozza is nekünk az első. Köszönjük szépen. Na, hát figyelj, elsőnek szerintem egyet kocintunk, azt innentől kezdve már többet nem kell. Ez valami különleges lesz. Ez valamelyik olcsóbb kategóriás lesz, amiben valószínűleg kicsit ilyen kukoricás íze is van. Kellemetlen, szerintem ez egy szar sör lesz. Biztos. Várjál? Rossz, savanykás utó íze van. Ez valami alsó. Én erre a hányinger aranyszarvasra gondolok elsősorban. Az aranyszarvasra lett a legszarabb. Mert... A szalon ennél jobb. Én ezt behúzom a szalonnak. Én is vagy a szalon, vagy a pécsi között gondolkodok. A pécsi prémium szerintem az jobb. Vagy ez az aranyszarvas, valamelyik az, a nem, a pécsi prémium az jó, és ez nem jó. Szerintem ez a szalon volt. Akkor neked az egyes? Az aranyszarvas. Jó. Jött a második kör. Jó sötét lesz, ezt tudom, melyik lesz szerintem. Na, ez jó, ez finom. Ez tényleg sokkal finomabb, nincs benne az a hányinger utóíz, mint az előző sörnél. Én a Pécsi Prémiumot tippelem erre. Kifejezetten emlékszem erre a sötét színre. Én is a Pécsit mondom. Szerintem is ez a Pécsi Prémium. Ez teljesen fasza, ez bármikor én is ajánlom, bevállalom. Elment a papírom, akkor a második mind a kettőnek a pécsi prémium, vagy együtt bukunk, vagy mind a kettőnk jó lesz. Akkor jöhet a harmadik kör. Köszönjük. Ez valami átlátszó hányinger. Sokkal világosabb. Ez a szahi lesz. Érződik ez a száraz. A kőbányai az keserűbb. Szerintem nem, a szahi. Mert még itt van nekem a szalonsör is, arra még nem húztam be. A szahi meg a szalonsörön nagyon-nagyon gondolkozok. Én szerintem ez a soproni. Én ezt a szuper, ezt a dry-t érzem benne. A szahi? Én ez az a szahira tippelek. Akkor jöhet a negyedik. Az eléggé rapid iszok, kezdem jobban megérezni. Fú, bázd meg. Ez is ilyen, olyan, mint a húgy. Kicsit olyan sápatag a színe. Ez az alkoholmentes hányinger, mert ez az. Ez fixen. Tehát amúgy? 1000 kilométerről megérzi bárki szerintem. Egy kis citrom van benne, de állítólag ennek nem kéne. Alkoholmentes sörnek érzed ezt a tipikus utóízét. Csinálnak már nagyon jó alkoholmenteseket. És az is olyan, hogy így az első két kort így jól esik, és utána így érzed, hogy nem, úgyhogy ezt így kisborítjuk a picsába. Dreher alkoholmentes a negyedik mind a kettőnknek, akkor jöhet az ötödik kör. Na, ennek már jó színe. Ennek jobb a színe. Kőbányai. Vagy soproni, vagy szalon. Szerintem az első megérzés lesz a jó. Ez kőbányai. Ekte kőbányai. Jó, beírjuk. Ötös. Kőbamba. Hát drága szeretett apósom, kőbányai fan. Kőbányai volt az Istensöl és a Pralisör, tehát az volt reggel, délben, este, mindig, bármikor, amikor meglátogattuk, úgyhogy a kőbányai ízt azt nehezen moson ki az anyamból. Gyerekkorunk íze. Gyerekkorunk íze. 5 évesen is ezt ittam. Jó, kellemes amúgy. Nekem ízlik. Jöhet a hatodik kör. Ennek nagyon jó a színe. Ez olyasmi, mint a Pécsi Prémium volt, a második. Ez tuti, hogy... A bivaj? Nem, Szent András. Ez fixen Szent Andrási. Érződik ez a fanyar lágeres íz. Szerintem ez a Szent András. Valószínűleg az lesz, igen. Hatos a Szent András. Kicsit agyalok, mert nem tudom eldönteni, hogy bivajnak is ilyen erősebb íze van, de... Az inkább olyan nyers. Ilyen kommerszesebb, alkoholosabb. Igen, ebben érződik a békés Szent András íze.
Ez megint ilyen halovány. Nem, ez az alkoholmentes. Hát ez nagyon, nagyon vizes. Ez az alkoholmentes a kurva életbe. Frankon benéztük. Ez az ekte alkoholmentes hányinger íz, amit megiszod, és így érzed ezt az utó ízét, ezt a... De az a negyedik is valami nagyon gagyi szar volt. Hogy a kevés alkohol tartalma miatt lehet, hogy a hübrisz volt, de annak meg legalább lehetett volna valami különlegesebb íz. Ez. Akkor lehet, lehet ez volt a szalon. Az aranyszarvas, baznak, persze. Az nekem még, én már ezt felírtam. Hát ez nagyon szar. Amúgy... Ez tuti alkoholmentes, ezt ki is borítom a picsába, ezt is. De akkor valamelyik nem az volt. Valamelyik nem az volt. Szerintem a mentes már volt. Ez szerintem az aranyszarvas, ez pokolian szar. Másik is szar volt, de ez még szarabb, úgyhogy ez a... Hetes nálam az aranyszarvas, és akkor neked a... Ez a Dreher nullás, a hetes, igen. Jó. Csak... Akkor jöhet a nyolcadik. Ennek sörszíne van. Ez a hübrisz. Van benne egy pici, egy kis játék, van benne. Borsodiból még fixen nem volt. Az elég erős, ezt meg most hirtelen nem tudom hova rakni. Ez egy szarsör, szerintem. Hát nem, én ezt nem tudom hirtelen hova rakni. Kérhetnénk még belőle? Amúgy nem hübrisz. ez nem hübrisz. Nekem ez lesz a Soproni. Beúzom az Asahi-nak, de valószínűleg nem ez az Asahi. Oké, akkor jött a kilencedik. Ez lesz a hübri. Várjál. Aha. Amúgy nem annyira különleges, hogy hübrisz legyen, de hogy ez nem a borsodi bivaj, abban biztos vagyok, úgyhogy nekem a 9-es a hübrisz. Az, hogy megint eszembe jutott erről a sörről, nem tudom miért. Akkor neked a 9-es? Marad egyelőre a hübrisz. Utolsó sör. Bivaj színe van. Ez most már az? Ha eddig ügyesek voltunk, akkor ez itt egy borsodi bivaj. Azt szerintem. Az a baj, hogy most már nem tudom, hogy ilyen placebo, hogy csak bemesélem magam, hogy igen, ez erősebb, erős. Hát már megint a Soproni vagy ezek a szarok jutnak eszembe. Nem, biztos nem kőbányai. Nem fog szerintem változtatgatni, és akkor megmaradok most a bivajnál. Ez fixen nem az. Valamit benéztem. Jó, akkor a tizedik a borsodi bivaj mind a kettőnknek, akkor lássuk, hogy mi volt igazából, amit kóstoltunk. Az elsőnek én azt írtam, hogy a szalon. Én meg az aranyszarvas. Akkor ehhez képest az első... Aranyszarvas! Buktam. Pipa. Akkor Kütyűnek van egy pontja. Én annyira fosadék, hogy... Elég szar volt. Mindig nézem az osamba, hogy vegyek egy ilyet, mert tök jó áram szokott lenni. Sőt, ilyen alsó kategóriás polcon. De mondom, mert csak azért is mondom, megkóstolom. Na mindegy, ilyet ne vegyetek. ezt ne, igen. Inkább ne ígyetek sör, de ezt a szart ne vegyétek meg. Másodikra én a pécsi prémiumot mondtam. Én is. Na, pécsi, ez tényleg megmondtam, mert a színe olyan volt, jellegzetes. És rohadt finom. És finom, és nem is szokott drága lenni ezt, és hogyha kifogod akcióban, tök jó áron meg lehet venni. És félre is rakom, ezt majd hazaviszem. A harmadikra én azt mondtam Soproni. Én Asahit mondtam. Kőbányai! A kőbányai, pedig reméltem, hogy a kőbányait eltaláljuk. Erre nincs mentségem, tehát hogy ezt elbaltáztam, ezt... Akkor a negyedik következik, amire én azt mondtam, hogy azzal alkoholmentes Dreher. Én azt mondtam, hogy a szalonsör. Na, mi a fasz? Fasza meg. A hübrisz a negyedik. Én nekem nem ízlett, alkoholmentesnek tituláltam meg. Akkor azért, mert 3,8-as. De megkóstoljuk. Pászeg, azt hittem, hogy az alkoholmentes. Hát amúgy még mindig szar. Most borítanám. Ne üsd ki! Drága volt, pászeg. Tudod, hogy mennyibe kerül? 500 forint. Ti nézzük meg, mi volt az ötös akkor. A bivaj. Hát ezt nagyon benéztük. Érdekes, hogy ezt benéztük, mert nekem teljesen kőbenyés íze volt, ez az édeskés íz, meg a színe sem volt annyira sötét. Van egy pont, amin az ember megkérdőjelezi az összes korábbi tudását az életében. Hasonlítsuk össze akkor a kőbányával, amit elbasztunk. És csak egymás mellett látod a különbséget, mert amúgy nem tudnád megmondani. Buktuk. A hatodikra én azt tippeltem, hogy az a Szent András, magyar vándor, te is azt mondtad. Jó. Ha ez nem a Szent András lesz, én abba hagyom a szakmát. Na jó, ezt csak eltaláltuk. Az lett volna a síralom, hát ha ezt találjuk rá, akkor én nem ez miről beszélünk. Ez azért faszaság, hát nyilván ezért el is kérik az árát ennek. Akkor jön a hetedik, hogy az az aranyszarvas, de az már volt, úgyhogy én buktam. Én a hetes 0%-os hányinger, ergo Dreher 0%. Ez volt az alkoholmentes. Ilyet ne vegyetek. Nyolcadik kör. Na, én arra írtam az Asahit. Hát én meg a Sopranit, de hát ez bukta. Szalon! Életben, aha. Mennyiért vásároltad ezt? Ez 240 forint.
Ebben a listában ez a szalonsör volt most a legolcsóbb. A 9-re a Hybriszt írtam be, ami már volt. Én is a Hybriszt. Lássuk, mi volt a 9-es? Asahi. Ez volt a Super Dry, amit a Hybrisznek hittem. Asahi Karakucsi ízvilág, ezt írták oda legalábbis. Akkor jött az utcsó. Én azt mondtam, hogy borsodi bíval. Igen, az volt. És ezzel szemben a vége volt a Soproni. Az utolsó volt a Soproni. Mert már a borsodi, meg a Dreher, meg a Gösszer is elhagyta a Soprit abból a szempontból, hogy ezt még mindig tele basszák kukoricával, hogy az előbbieket meg nem. Te 4-et, én 2-t találtunk el, úgyhogy ezt megnyerted. Én amúgy gyanítottam, hogy nagyjából 2-3 sör fog igazából kitűnni a többi közül, mert a legtöbb, ami itt van, az igen tömegsör igazából. És nagyon kicsi, meg kevés, meg csekély különbség van közöttük. Az alap ízvilága, az nagyjából ugyanaz az egésznek. Írjátok meg kommentben, hogy ti hány sört ismertetek volna fel, és hogyha szeretnétek még hasonló tartalmakat látni, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Következő videóban pedig találkozunk. Köszönöm a meghívást. Örültem, hogy itt voltál. Sziasztok! Sziasztok.